Hello, stok, ti valamilyen gyereggeci! Figyelje mindenkire, mi újság van a fákon, különböző rügyességeiként kifigyelhető apám itt. Nem keményen. De most minket nem ez érdekel, hanem az, ezen a jó kényelmes széken továbbiakban is szokásunkhoz híve helyet foglalva. Tovább keménykedünk a játékkal. Na most. Tulajdonképpen a mi kis jó öreg, hát azt is mondhatnám egyébként, hogy jól megismert Duke Nukem Forever-rel fogunk egyébként tovább folytatni. Valamiféle Mighting Foot, vagy mi az öres istennek a kurva anyja volt? Már meg nem mondom, egyszer mi volt már az utolsó párnak a neve, ami volt, de ami hasonló volt, az biztos egyébként. Elmondom nektek, hogy megint apropója van egyébként a jelentkezésünknek, hiszen anyámék megint nincsenek itthon. Elmentek egérbe valami, nem is tudom milyen izét megnézni, ami isét, vagy mi a faszt, nem mondom már, de lényeg mondom az, hogy én nem mentem. Hát minek mennék, ugye? Keménykedünk, öcsém, az izé játékkal. Elmondom nektek, hogy egy héttel ezelőtt jelentkeztem körülbelül legutoljára, és elmondom nektek, hogy eléggé szarú vagyok azóta is egyébként, tehát nem sok változások egyébként elmondani az állapotommal kapcsolatban, nem tudom, milyen nincs ezen hangom, ezek. Ez működik egyébként, csak ilyen halkan. Tehát elmondom minden kedves és tisztelt nézőnek, hogy nem igazán tudok egyébként az állapotommal kapcsolatban javulásról beszámolni. Annyi mindenképpen bizonyos, hogy én magam kaptam tulajdonképpen mindenfajta ilyen, hát van ilyen C-vitaminom, meg van valami olyan szaga vannak a löttek öcsém, mint a izének, mint a svéd cseppnek, egyszerűen be kell cseppetni 30 cseppet öcsém az izébe, kajába, ilyen egy deciliterbe bazd meg, egy decinyi geci. Elmondom, mi újság van, öcsém, mi újság a látvány. A látványnak kapcsolatban annyi van ugye, hogy keménykedjük tovább a dolggal. Onnan még mindig öcsém be van dugulva, ezt elmondom, de szerintem haladszik is onnan milyen szinten. És hát gyakorlatilag ugye iszonyatosan szar hízém volt. Volt egy jó pár olyan napom, amikor nem voltam semmit apám az égért a világon apám, mert totál szép voltam csúszva, geci. Egyszerűen öcsém, a takonytól nem láttam, nem hallottam, de igazán most se. Jobban vagyok valamivel, de nem igazán vagyok még mindig egyébként jól, szóval az igazság, hogy olyan sűrű váladik van az orromba, az meg azt nem, egyszerűen nem bőm kifújni is ez a szinte, mert hiába fogom ki, mindig úgy, benne van. Na! Gyerünk, geci! Tehát elmondom, öcsém, mi újság lesz nagyjából, ti valami hengelsző emberek, mert akadunk ugye szokásunkhoz híven, bandikom ugye megy majd mindjárt a háttérben, hangrögzítés egyébként be van ficentve, az, hogy legyen ugye tulajdonképpen valamiféle látva, ez figyelj, hiszen mennyi támogatója van, az Nvidia, meg Logitech, meg miatt a kön van itt, bazd meg, erőm már faszomat. Jó van már! 3, 2, 1 és megy! Na, hát tulajdonképpen ennyi van, ti valami hengelsződ emberek, nem vesztegetjük az időt tovább, bazd meg, tovább kell mennünk keménykedéssel. Hagyja el a folytása. Jó emlékszem, biztos, hogy így volt egyébként, felkeménykedtünk arra a kocsiröcsém, és onnan mehetünk tovább. Hogy mi fog ránk várni, öcsém, azt nem tudom, mert nem tudok semmit, bazd meg, hogy mi lesz, hogy lesz, meddig jutunk, meddig lesz kedvem egyébként játszani, azt nem tudom. Hát, gondoltam egyébként, elmondom mindenkinek, hogy amikor annak idején még anyám még elmentek valahova, geci, mindig kihasználtam a lehetőséget, hogy felvegyek valami videó digitalizálást. Most azok már lementek január környékén. Tulajdonképpen sokkal jobb az, hogy ilyenkor kihasznál az alkalmat, most felvételt csinálok, és akkor tulajdonképpen hasonlóképpen fogjuk hasznosan tölteni az itthon lévő pár óra hosszát. Ugye lesz még digitalizálás, még hangkazettából, mit tudom, úgyhogy majd összekötjük öcsém a kellemest a hasznossal. Tulajdonképp ugye ez a pályában ugye már betekintést nyerhettünk, most már tudjuk azt, hogy mi az a hátul lévő sárga folt, ugye, ilyen örvény alakú, ilyen kiképzése egyébként, tudjuk, hogy az a fekete lyuk, amit ma be kell tömnünk. Olyan, mint a izébe egyébként, még játékban is volt egyébként, a Half-Life-ba volt ugye ilyen, hogy jött a fekete lyukból kifelé a sok ellenség, öcsém. Hasonló képeiként látszik is. Kocsival majd fogunk keménykedni, főtető háttérbe is van egyébként valami, nem tudom, vagy egy ég egyébként, vagy valami tenger, vagy nem tudom, mi ott a kömott a kerítés mögött. Különféle ellenség ellen más-más fegyverek jók, próbált ki mindet. Hát ugye két fegyver lehet nálunk ugye ebbe a szempontból, most nem tudunk egyébként variálni a dolgon. Ugye az a háromcsövű gépfegyver, az tulajdonképpen a gyukba is egyébként benne, amikor azt mondom, hogy gyuk, akkor a Duke Nukem 3D-ről van szó. Na nézzük, mi újság, hogyha az egyik ismerős ebbe a szempont, nem tudom, mi a hivatalos neve egyébként annak. Na nézzük, a pusztít, nem az, nem az, nem egy. Na, hát kedves hölgyeim és uraim, nincs esélyem semmi. Pám, ismerek ezt a kocsi, figyeld be, pám, meg ezt. Figyeld, öveke becsatolni, rázós menet lesz. Hát kérem szépen 12-13 FPS-e megy a játék. Tulajdonképp ugye a múltkor ugye félbos a rükvezbe pám kapcsolva, ugye a múltkor egyébként már ismertük azt a bizonyos helyet, félbos a rükvezbe pám kapcsolva, ugye a múltkor egyébként már ismertük azt a bizonyos helyet, félbos a rükvezbe pám kapcsolva, ugye a múltkor egyébként már ismertük azt a bizonyos helyet, félbos a rükvezbe pám kapcsolva, ugye a múltkor egyébként már ismertük azt a bizonyos helyet, félbos a rükvezbe pám kapcsolva, ugye a múltkor egyébként már ismertük azt a bizonyos helyet, félbos a rükvezbe pám kapcsolva, ugye a múltkor egyébként már ismertük azt a bizonyos helyet, félbos a rükvezbe pám kapcsolva, ugye a múltkor egyébként már ismertük azt a bizonyos helyet, félbos a rükvezbe pám kapcsolva, ugye a múltkor egyébként már ismertük azt a bizonyos helyet, félbos a rükvezbe pám kapcsolva, ugye a
Fú, apám, mi folyik itt? Ezt kap ki öcsém. Felbrúltunk, mi a geci van? Figyelj, felfordít. Tudom, mint a Half-Life-ben volt, a Half-Life 2-ben is, amikor a csorokat lehet felgörgetni. És az egész a legértesebb rajtához úgy folytom apám fel. Fú, bazd, mi a geci, jön majd apám az egész. Gyerünk, geci! Tbzsá! Fél gyukajeként, azt már tegy fel ezt apám verseny, Chuck Norris-szal, bazdnak, úgy tűnik faszom. Fél kéz egész felől ki, bazdnak, a 5 tonnás autót. Nézzük, hogy mi újság van, ti valami hengesző emberek, itt van, kérem tisztelette, valamiféle alkalmatosság. Én nem tudom, miért fél high voltage, kiírás, apám, szigetelők és mindenféle háromfású feszültség, ugye nem tudom, van becsatlakozva, mert már kéne ugye belemenni a különböző ügynek, ugye, kóblülnek, ugye. De az nem igazán ment apám bele semmi, az nem igazán működőképes most ugye az egész, ugye háromfású feszültség, ugye. Fogadás, nem igazán alkalmas az egész, amit a szétett kurva az egész környék. Tehát gyakorlatilag semmit nem tudok én mondani, hogy kezembe ugye egy pusztító van, a másikban pedig egy ilyen kicsinyítő, vagy zsugor ágyú, miatt a kömez. Itt ugye lényeg az, előttünk található egy ilyen villanyoszlop, volt annak idején a fénykorába, ugye most már csak az omlatokságában egyébként lehet ezt megfélni, fél lesz apám rögtön a különböző ilyen rácsos tartókat egyébként arrébb. Szépen karikára, és figyelj, egész arra felek kell csinálni a kemény, hogy ott van egy távlölcső, és ott van a senki földje. Onnan kezdjük apám, Farmahol élünk című film. Hát gyakorlatilag nézzük, hogy mi újság van, itt egy kocsi, ez is apám fél keménykedhetnénk. Fél szarjék az egész, ezt kap köcsém. Ez nem igazán fél fog apám működni. Eddigi befújt öcsém, úgy ütnik az első kerekéből apám a homok vilgeci meg elfintott az egészet. Na, elmondom mi van öcsém, patrón be a kocsit, keménykünk tovább öcsém. Felkurvákodtuk a különböző ilyen konténert. Tovább keménykedünk. Gyere geci! Előre öcsém! Kösz, ügyes vagy? 10 FPS, elmondom. Na figyelj egyszer, mi újság van, apám, elhagyva a különböző ilyen isten hátam mögött, figyelj, faszelkereteken át tudsz törni. Ja, értem már, hát ezt gondoltuk egy kicsit, hogy így lesz. Na figyelj egyszer, ezt a csém! Kapaszkodjatok, bazd meg! Full gáz a csém! Álljunk meg a csém egy szóra, állj! Ezt kap ki, geci, figyelj, dehogy karcolás magyar utánunk, tudod, hogy már csóvel van. Félcsém, mi újság van, ti valami hengelszúr emberek, öcsém? Mit tudunk nagyjából tenni? Keménykedjünk, öcsém, fel a tisztátas érdekébe a domtetejére. Gyere, bazd meg, kaptassunk fel ezerre. Állj csak, csótosan bazd meg, hogy már túl vagyunk apám, túljunk a célon. Félcsém, kipattam a kocsiba kemény feeling a módon. Ide felkeménykedve, csodálatos festői holbéli táj, ugye, fogad bennünket. A pálya határa, ugye, ott figyeltek meg mindenfajta ilyen hát sivatagi éghalatnak megfelelő poros, ködös, ilyen felhő légtömegeiként felemelkedve a hőhatására, ugye az asztenoszféra, vagy nem tudom a gecibe. Lényeg mondom az, hogy itt pedig, amit nagyjából tehetünk, az nem eszeléké más, mint ugye erre fel kell menni, ugye ez elég így bebaszós, ugye azt mondom, hogy arra fele fogunk menni, ott van tudom a gát, emlékezik, ott repültünk egyébként, itt az a viadukt felett a múltkeiként repülő, és ott volt egyébként valahá gát mögötte. A szép az egész, ez a mi újság van, ott meg félgetsz a gát, mert nem tudom, ez milyen valamiféle idegen élőlény, idegen kreatúra, idegen konstrukció, construction, vagy idegen ilyen létesítmény, ha úgy tetszik egyébként ott állomáshozik, hogy csém, ilyen ágyú formájában ugye, alias, ugye Renegade Commander Gunkerben. Na, figyelj geci, visszapattam be egyébként, nagy fasz mondom egyébként, visszakeménykedve. Tovább működ, csém, becélozva a félegyük bejártat a csém. Figyelj geci, ezt a csém. Ezt kap ki a csém. Dombok után, dombokon keménykedve, a kitaposult utakon menve, egyébként végig trappolunk és végig tapossuk kifele magunknak a különböző ösvénynek valót egyébként azt kell mondjam, miközben mondjuk apám lefelé a viaduton felé. Fél szűkebb fordulókhoz használd a négykerék kormányzás billentyűt, még az RMB. RMB az jobb egérgomb? Nem tudom az, hogy... Ja értem, hogy mind a négykerékű egyszer tolott forduló kormányzásra, és fél szalad az egész. Mi a geci van? Figyelj, itt napám némiféle ilyen tájékoztató tábla, hogy hol járunk egyébként éppen csak éppen egy út abban valami ilyen veskező bazdnak az izét, a címkét róla, mi újság van. Ennek hatása el fogunk tévedni. Figyelj, hogy kezdtük mondjuk apám a, hogy is hívják, a kaktuszokon bazdnak, majom kenyérfán faszom. Figyelj, rám fölcsönt apám a különböző ilyen kesernyi és kaktuszléba, le is nyugodhatnánk, ha pervezek lennénk, de nem fenn vagyunk, ezért nem nyugodjuk. Más nyugodtunk helyette. Figyelj, ezt! Egyet! Alevrát nyaltuk apám a képünkre, tettük apám a nagyanyának, hogy hazavittük bazdnak. Figyelj, geci! Bzsá! Az is geci! Bzsá! Állj!
Azért mekkora már faszomat, az hatalmas sivatagon, ezt igazán élvezzük a meglepő módon, ezt a szabadság érzésük, már megnövekedett, azt kell, hogy mondja mindenkinek. Hiszen tulajdonképp ugye, azért nem, mondjuk már meg azért őszintén, nem minden nap van egyébként részünk abban, hogy egy ilyen hatalmas, ilyen mindenki által lakatlan területen egyébként keménykedve, egy ilyen monster truckkal gyakorlatilag, végig trappolva apám, új utakat vág magunknak egyébként, meg figyelj ezt, gyúb, az majdnem felbrúgtam öcsém. Figyelj, itt a csém, koktusz nem malapám, szárazon bazd meg, mindent szétaprítunk, skinnyírunk a csém, valami kenyérfa, geci, menjen a pokolba, geci, mert tüzelőnek bazd meg, itt lennél borsodba, bazd a kis, vágták volna már rég, bazd, ütik a cigáratnak, bazd, legyen már mit, bazd, nagyon már véletlenül, bazd, mi a geci van, felbújtunk a csém, hanem van gond. Nem, nagy faszkosodunk apám, mindenfajta felfüggési köszöntön egyébként ez a visszapatanási állapot egyébként visszaindulva, kiindulási állapot egyébként faszául megy. Élvezzük a csőm továbbiabban a különböző műsor a csőm, én tudom egyébként mindig apám állítom már mindenfajta fa, hiába meg apám állt 6-szor alatt, mindig a visszatudom apám a kaktusz, nem tudom mi a kétszer van. Gyere geci! Ez már drift a csőm, drift kategóra kaptam volna egy pár száz pontot. Na elmondom mi újság van, tipa, ki élvezkedve egyébként elmondom nektek. Ja figyelj geci, Figyelj, nitró, baszd meg! Baszd meg! Fú, faszom, mindjárt felrepülök abban az éjjel, nem is kell repülőfaszom, mert elszomjuk, hogy kenyáig érzi. Nem is látom, tényleg az izé van, mert szó szerint egy nitró volt, baszd meg. Hogy kontrollal jöttetik ki, az volt az a Firent hely, hogy is hívják ilyen állapot. Legyek azt, hogy valamilyen hengek, nem sok mindent tudok kimondani, figyelj, ezt a csém! Gyere, geci! Fú, baszd meg! Félgeci, berobbantuk apám rakéta, élő rakétaként egyébként ebbe a félbe a lamba, geci, keménykörül befele, nem nagy fasság, öcsém. Hát végül apám pályának ennyi volt azok a pálya, figyeld, miért a Mighty Food 2. Hát elmondom nektek, hogy meglepő egyébként az ötlet, azt kell mondjam, ilyen még mindig nem volt, ugye tudnak mindig úgy mondani valamilyen fek, ugye a játékok a készítők tudnak ugye úgy mutatni, azt kell, ugye mondja mindenkinek, ugye, mert az, hogy bekeménykedünk a ballon, és ott kurválkodunk, ugye ilyen nem igazán volt, ugye? Láttunk már sok mindent, most nem sorom micsodát, ugye, mert erről az elmúlt időben egyébként erről megbizonyosodott magunkról is egyébként, ami még eddig király lenne egyébként, elmondom mindenkinek, hogy mehetnénk az úton, ez milyen túlszer, nem az, amit múltkor végigrepültünk, ugye, ott átugott a különböző üzéken, ezeken az ilyen szakadékon, tudod, ami leszakad az út, ez egészen átpatok egyik pillanatra a másik, ott keménykedik, a hátrébb, ott figyelnek be a különböző üzé, a különböző húvergát, a csém, disztópofák kimászott a kocsiból, egyszer eltapossuk őket, mert mi egymás. Tulajdonképpen ennyi, hasonlít egyébként az a rész, amit most épp akarok mondani, hogy itt pont ilyen ugrotásos rész lesz. Tehát tulajdonképpen egy ilyen újdonság, ugye használj közel használás, hogy próbál lőszer, ugye volt a több fehér, ugye. Ezt ugye sokszor már alkalmaztuk, ugye ezt, hogy ha kevés az egód, akkor húzulj fedezékbe, ugye ezt már egy pászoréként csináltuk, azt kell mondjam. Úgyhogy, hogy mi lesz egyébként elmondom nektek, azt nem tudom abban a játékban, mert én magam nem ismerem. Tehát komolyan egyébként nem ismerem, mi újság van, se képet, se videót egyébként róla nem láttam, nem is, hát nem azért, mert nem volt, hanem azért nem akartam nézni, nem érdekelt. Inkább magam, akkor felfedez a mi újság, azt sem tudom egyébként, hogy ilyen pálya lesz. Hát tulajdonképp ugye mi újság van, ti valami hengelszülő emberek ugye. Az instrukciók nagy részletéként nagyjából már láttuk, ugye sok tárgy elpusztítható, bölcsen van a fedezéket, ugye ezek már lerágott csontok számunkra nem jelentenek újdonságot, újdonságotásában nem bírnak tulajdonképpen, el kell mondjam. Háppá, geci! Nézzük, mi lesz a pálya a második pálya. Félnőzőpont mentve, kikurválkodtunk ugye ebből a izéből, fél a barlangapán be is van tömedődve, nem tudom mi újság van, fél a barlangapán, nem lesz az egész. Fú, bazd meg, Ja, szép, hogy visszamentünk fél az izével apám az elére. Na hát kérem, tiszta kedves hölgyeim és uraim, egyébként fél Mighting Full, fél kocsira ráhaintva. Egyébként lehet nagyjából elmondanom ugye azt, hogy ugye szokás szerint ugye benn vagyunk ebben a bizonyos ilyen holdbíri tájba, ahol mindenfajta LS-es repülőgépek, kocsim, repülőgépek fent? Hova vagy, geci? Mi a faszom? Ennek van ilyen hangja? Nem, valami repülő. De azért figyelj, geci, már közelebb kerültünk egyébként a fél egyúkhoz, azt kell, hogy mondjam, és új perspektívába figyelj, hogy az nagy szikrázás, apám. Mindenfajta statikus elektromosság, apám, töltet, apám, felfelé áramolva, ilyen nem lefelé, hanem felfelé történő villámcsapás, ugye, történik ugye meg ugye a légköri viszonylag köszönhető, hogy mindenfajta fél örvénylő mozgás. Ugye ennek aztán van-e valami köze egyébként a Coriolis erőhöz, azt nem tudom megmondani, figyelj, vadászgépünk, apám, a mieink. A mieink öcsém ott keménykednek és megpróbálják felvenni a versenyt az ellenséggel. Nem tudják, geci. Most elmondom neki, hogyha ez a mieink lennének, nem tudom ki azok, nem tudom minden beazolsa, mert túlsosan messze vannak szó szerint. Elmondom nekik, hogy hagyják öcsém ezt a profikra faszom. Ránk hagyják ezt, mert úgy tudnak egyedül ezzel mit kezdeni ez a helyzet, öcsém. Ezt csak mi tudjuk megoldani, hiába repkedtek ott, öcsém. Teljes egészében ugye az ellenállás fölösleges. Elmondom egyébként mindenkinek mi újság van, szokás szerint egyébként próbáljuk elemezni a környéket, úgyhogy a tájat. Mit érzünk? Hát azt érezzük, hogy rendkívül fullasztó a levegő, öcsém. Nagyon meleg van bazd meg itt. Hát nem az ember a szobában, hanem ott, a helyszínen. Lehet látni ugye a különböző ilyen sivatagi csombékok, ugye a dőlésével, ugye, meg az ilyen illegésével, billegésével, azt,
hogy folyamatosan fúj, és folyamatosan járja ugye ez a rendkívül meleg, száraz levegő ugye ezt a völgyet, azt kell mondjam, és ennek köszönhetően tulajdonképpen a pofánkból kifújja csém még a levet is, ami esetleg benne lett volna, mindenfajta szárazat ugye felszít, azt kell mondjam, és gyakorlatilag ugye, hát nem igazán kellemes már ez, nekünk ez a fajta ilyen hőség, ami itt tátunk. Na, pattunk becsöm a kocsiba, azt mondja, hogy mi újság van. Na, ezt kap ki, geci! Tovább menve, öcsém, a kitaposott, meg a féli kitaposott úton egyébként kaktuszokat és különböző ilyen nyilakat figyelt. Félsz, hogy milyen befalas apám, beállok apám a két kocsi apám oldalra. Oldalról, öcsém, kommentes nélkül. Elmondom, öcsém, mi újság volt, egy távtartó vezeték egyébként lehet látni. Ott pedig a féli útnak a különböző ilyen becsapódási epicentruma, azt kell, öcsém, mondjam. Ne de geci! Kaka, ott neki, bazd meg! Menj, öcsém! Menj, meg, geci! Kifutunk a kakóból, geci. Állj vissza. Tűz! Falalás! Na szóval. Ez kap ki, öcsém. Fénysebességgel és hangsebesség közeli állap, hogy a Mach 0,8. Kb. A sebesség az előbb, hogy a hangsebesség 8-a. Elviharoztunk abban, mint egy forgószél furikán módjára, hurikán módjára, ugye elkeménykedtünk ide. Ott, hogy ebben a völgyben ugye keménykedtünk, ugye elhagyva a kedves barátainkat, ugye a kaktuszok, az ugye elkeménykedve, végtapolva mindent egyébként, új távolságos magasságból, ez kap ki, geci, mikre futja ott, faszom. Ellenséges repülőgép az, geci, mi az eles fasz? Állj meg, bazd meg, valamiféle ellenséges egységek, nem tudom azokatok egyébként, nem tudom, mert ilyen messzi veszeségből, vagy a miénk, de valaki egyébként ott lebegve keménykedik. A Hoover gáthoz vezető út, most ezt én így mondom egyébként, hogy nem az, egy főútot lehet egy autópályát esetleg, ilyen viadukta ugye egyenesbe hozva ugye a szinten, ugye hiszem mindig egy követelmény volt, mert most is lehetni szokott egyébként általában a követelmény lenni az, hogy egy viszintesen nem tud fenn a vonat emelkedőn. De gyakorlatilag ugye itt azért a pusztítás elé megfigyeltek, hogy tulajdonképpen, hogy ez a leszakadt híd, ez minek köszönhető, hogy most valaki valami túlsúlyos, debellag egyszer rá ficcentette magát apám erre, azt akkor úgy kurvákolték ki végig rajta, én nem tudom megmondani egyszer már, vagy az a becsapódás, az a féle jutnak a megnyílása következtében tört egyébként meg ez a fajta ilyen ég robbanás és földzengés, ezt nem tudom, most szép egyébként, félsz ezt, cső baszod ezet, ellenségek a csém, te macskos gecik, vágj baszod meg a gecik faszomat a csém fazeg. Gyere, bazd meg! Álltsak meg! Menjél már, te geci, meg kinyílok faszomat! Spítelj már, bazd meg! Vissza van a geci! Te macskos disznók! Én nem mentek el, geci! Gyere, bazd meg! Nitrót adok neked! Köcsögöm, geci! Lesél a faszom! Spítelj a csém! Kanyar! Tvied! Négykei kormázás! Reficzelte magam a csém! Visszafele rükversz! Hol vagytok ti macskos disznók? Megható, geci! Állj meg, ott van a csém, csoportosítás, bazd meg! Délkitől el! Bazd meg, hogy hátba! Álltsa meg, öcsém! Nem lesz apám, jól nem tudok apám, akkor nem megy az apám, mert van nitróságba! Gyerünk, öcsém! Felfele! Stop! Fond lány meg! Nee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 e
A rohadt kurva anyja bassza meg ezt a mocskos disznóbagás geci. Felöltsim az emelkedőn! Pérde ki! Nem bírunk apám felnézni, mert maradok. Meredek, szó szerint bazza meredek. Áj. Kerül utol meg kocsim. Tűzze ki! Azt mondja, nem jó apám a kontroll bazza ide, mert nem tudom, hogy nyomni apám a jobb gombot is, meg a kontroll geci. Az úristen bassz szét, ki a gecilő? Mi a mosonya faszom van a bazdmeg? Dísznek apám ott állnak fent apám a dombtetején, azt mondom, kurnak engem bazdmeg. Na megállt egy bocsok. Kasz a pofába bazdmeg, azt elveszem a kedve mindjárt egyszer tudod a szorokozást, de bocskos cici. Hogy basszlak terbe bazdmeg nyárat is, bocsok. Te disznó pofős cigány és geciláda faszom bazdmeg. Anyám megkult apád geci. Fél lépett bazdmeg a spájzba faszom a izébe. Disznóba genyó. Állj meg köcsög. Ott vagy te mocsok. Gyere geci. Ez miért nékét? Nem látom, bazd meg! Egy kerítés faszom! Akkor ki a gecidőt a kerítés, ott van mi a faszom van? Állj! Disznó pofák, hogy elmentek, nem tudom hol, merre fel. Állj egy! Ott vannak öcsém! Azaz az égként! Olyan szarapám a izé, öcsém, a felbontás, nem tudom, megállapot apám azt, hogy ez most egy kaktusz vagy egy disznó csorda, bazd meg ott. Állj! Na látom! Hol vannak a disznó pommán megbezni? Nem az, nem igaz, geci, mi a faszom van. Egy csomó disznó apám elment, apám mehettem, mert arrébb izéltem, keménykedtem. Na jó, álljunk meg, hogy csinálj szóra. Állj! Stop! Szálljunk ki be az a kocsuba.
Hát elmondom egyébként mindenki, hogy mindenféle harcolásoknak a nyomai egyébként volt, hogy a megfigyeltőek egyébként. Figyelj, minden volt, figyelj, ilyen disznó vétok, egyik ma az abban azon, hogy beletesszük a vízőbe, pán dagadóba a különböző ilyen szerveket, meg ilyen dolgok, figyelj, jó, azt a kocsinálok az a fejbe az meg. Elmondom, mi újság van, ti valami a hengerek, nincs egyébként semmi, semmi egyéb, annyi van nagyjából. Figyelj, egyszerűen a kankaning, bazdmeg, jó, ez valami sivatói nád. Azért figyelj, Geci, ezt apár nem volt azért némiképpen mondható, ugye szerencsések az az ember, aki ugye pont, hogy ez az állam, vagy hát polgár, inkább így mondanám, hogy aki pont erre fele kocsolta, amikor leszakadt az egész idő, megszívta a fasz, azt kell mondjam, rossz kultúrosz helyen. Azt egyébként mondhatnám. Azért figyelj, ez idillikus tájapám a háttérben fél leszakadt, hogy is hívják, ilyen híd, ugye viadukt szerkezet, és ugye plusz ugye hozzá még ugye hajintva, némiféle világvégi lyuk tátongott. Ezt kap ki, öcsém. EDF katonapám fej nélkül apám lesinkófalt egyébként, leszánkott, figyelj, némiféle balerina, figyelj, mozott egyébként, egy lábon állva pörgött valamilyen fel, amíg meg nem unta azt a fejét is levezett a nagy pörgésbe. Itt pedig figyelj, valami érdekes ilyen design, hogy is hívják, ilyen búják. Idejként fel is, ja nem mehetnénk ugye fel, ugye eddig lehetnénk látni, nézzé van mindenfajta a vasbeton, ugye szelketek ugye kilógva ugye itt, de ezt lehet látni, hogy csak ilyen, ugye mindent a szemben semmit a kéznek ugye kategória, ugye elég magas ugye a ficcen. Hát elmondom nektek, hogy akkor, mint a mutatóként láttunk, az tényleg igaz volt, ez nem volt egyébként más, mint maga a disznó csapatot szállító helikopter, vagy a repülőgép. Ugye, hát gyakorlatilag ugye ennyi van, nem tudom, desszant hajó, vagy mindenki szokták azt hívni. Láttunk vissza egy kockosba, azért nem basszuk a rezet, geci, nem faszuk a baszd meg a gecit. Gyere, geci! Fordlás! Nem tudom, ha izélni ez egyszer. Na, menjél már! Ja, gázcsapám egyszerre, megy fordulunk egyszerre, az nem tudom, ha egy kézzel. Gyegeci, na jó, elmondom, hogy mi újság van, ti valami engeszed emberek, nem kell más tennünk, ugye, mint fel kell keménykednünk a domtetejre. Állj meg, bazeg! Figyelj egyszer, ezt öcsém! A disznókocsim ott vannak! Na megálljatok, ti szemetek! Ki most légzabáló gecik! Halál rád, öcsém! Gyújtsd be kérvényt! Nem tudok fordulni, bassza meg a kurvanyal, bassza meg! Megint leesek! Jézusom, ez mi a fiasz a turbótapám, hogy messzebe ugorj! Figyelj, visszaesem, és ezt kap ki, öcsém! Replay! Gyere, geci! Bocskos disznó! Nem tudom, egyszerűen kanyarod, apám, hogyha ez a szar turbópa be van nyomba, akkor nem fogok, apám, most turbózni, geci, nem tudom, benni, bazd meg! He! Figyelj, geci, ezt öcsém! Állj! Állj! Na várjatok, gecik! Állj meg, baszod! A jó kurva anyádat! Na most, gyere, köcsög! Gyere ide, faszom! Meneküljél! Pfff! Macska súlyos disznók, öcsém, nem hiszem el. Állj meg, itt ugrindik el, öcsém, nem milyen volt a szobá. He! Ki a gecilő? Állj! Vábzsá! Állj meg, öcsém! Állj meg! Fújj, vábzsá! Na, hát kérem tisztelette itt egy ilyen völgy figyelhető meg. Tulajdonképp kiképzéseként hasonlít, azt kell, hogy mondjam mindenkinek az ugrató, úgyhogy ezt fogok így használni most, ugye, a kontroll billentyű segítségeként alapértelmezésben most jelenleg ugratni fogok. Na ezt kap ki, öcsém! A cél nem lesz egyébként más, elmondom mindenkinek, mint ezen a völgyön keresztül menve, lendületet véve egyébként, dobópályára állva magunkat egyébként kirepítjük a csíma világegyetembe. 11,2 km/s sebesség, egy lenne az, hogy kozmikus, elég a szuperszomikus sebesség, ebben a szempontból sem emlékezik egyébként, de ez kevésbé a nitró, ez a több nitró kéne geci. Gyerünk, öcsém! Ja! He! Állj meg vissza, öcsém! Disznó, baszd meg! Állj meg vissza, geci! Arról ott egyedben nem vissza meg, geci! Sütököt mondta apám a fegyverünk! Állj meg! Szálljon, hogy jobban fog menni a felfújt, hogyha leszállunk apám kocsiról. A jó büdös kurva disznónya is itt bassza meg a gecek apám, ki apám az alkotó szétkuló mennünket apám, amikor a legnagyobb romasztikában vagyunk apám éppen. Gyerünk már, öcsém! Fél most éppen élő pajzsékén, fújt apám egy helyben fújt, nem munk apám kis pársok egyébként. Gyerünk már, baszd meg! Te mocsosát, rohadjál meg! Na gyere, geci! Na most pufázzad, geci! Kurva anyába, genyó! He! Az Úristenet bá! Basszam meg ezt a stricit! Vissza! Yeah! Hát ezt nem hiszem el, apám! Állj meg! Gyerünk, kocsim! Állj! Stop! Fordulj már! Vap! Ez nem igaz, apám! Állj már meg! A kurva anyádba, de geci! Vapdzsá! Na, hát kb. Ennyi volt, hogy valami fél, még meggyalázva ezt a sírt, valamilyen fel, apám még szétkurva, apám baszva, omotokságából is szétterőszokolva egyébként, figyelj, ezt apám mindig mi kört, apám teszünk még itt a különböző ilyen
a sivatagi hagyjátok folyamán. És gyakorlatilag egyébként azt kell mondjam ugye, hogy mindenképp ugye tovább megyünk. Ja, azt mondom, disznó van. Fé, itt csupán van némi fél leszakadási rész. Nem tudom, az a kocsiékén honnan esetleg a múltkor, hogy itt repült apám lemögöttünk, nem tudom melyik volt az nagyon kosok, aki lehajtotta ezt ide apám. Ami fekete lászlóba azon, hogy tevékenykedik a hitetei, nem tudom meg egyszerűen, van fél egyszerűen biztos apám itt végig benne apám. Ez már feljön egy cirkusz mutatványnak egyszerűen végig egyensúlyon a különböző ilyen acél merevítőkön. Spéd a csém! Állj, disznók! Gyere, geci! Hova fúsz te bocsok? Gyere, genyó! Nem. Ezt kap ki öcsém! Lehet napán bemutatni most nem az emlékeki valamit, ilyen sivatagi futballt öcsém. Ilyen nagy monsterekkel, geci, a különböző szövetnek a pofát apám szétkurva, geci, megcsonkolt testével apám fociszhatnánk, geci, megkurnám, öcsém, ott a touchdown, átrepülnek, geci, a két ilyen kaktusz költ apám, most milyen mekkora gólt kapnánk már, bazd meg. Tripla pont! Hát mi volt, te geci? Ott penőzzön fel, dobtad én! Oda megyek, bazd meg! Gyere, geci! Gyere, faszom, veszem ki! Jézus, hogy Isten, geci! Arrod anyádat, te mocsok, baszd meg! Ide gyere, geci! Mocsadék, állj meg, beleskap a gödörbe, faszom! Te ide nem mész, geci, a mert fasz! Rodjál meg! Hát ezt elviszem el, baszd meg! Ne bőröm a szót, geci, elkaptuk, geci! Gyere, baszd meg, anyádat, párt, faszomat, már! Baszd meg! Mi a geci, van, már fél? Fűzőpán vettük, abban némiféle ilyen... gyógyfűtőpán vettünk itt, geci! He! Az úristen, bassza meg a kurva anyádat, bá! Állj meg, te mocsok! Te litrúva a kurom, szóval picsát, te geci! Gyere ide, bazd meg! És nem hiszem, hogy elmegy az a mosok! Nem hiszem el, geci, és nem tudom azt a szart, bazd meg, rájtön, geci, mert nem bírok, bazd meg, menni jobbra, balra faszomat, mert nem bírok, menni a litrúba, van kapcsolva, geci! Gyere ide, bazd meg! Na figyelj, öcsém! Neked lőttek, öcsém, ma itt mondok, geci! Gyere, genya! Ne fuss el már! Te geci! Hát én ezt nem hiszem el, apám, ezt a mosos cigány, büdös zsidó gecit! A jó kurva anyádba, te genyó! Te mocskos disznópofajú féreg apába, szarra be a szádba, geci! Mosos élet, basszam meg! Na jó, van faszom, alapvet apám, figyelj egyszer, milyen ízli már olívóolaj faszom az egész, enyeljük apám, az cső. Ez extra szűz olívóolaj, azt kell egyszer mondjam, hogy mindenkinek. Kaktuszolaj, nem tudom, ezt miért találtak egy kép, vagy miért dolgozzák ezt fel, nem kaktuszolaj, de csak az is jó valamire, minden jó valamire faszom. Na hát elmondom, hogy mi újság van, ti valami hengelsző emberek, ugye elkeménykedtük, ugye a leszakadt híd törmelékén át ficcentettük magunkat, azt kell, mondjam mindenkinek, és most már tulajdonképpen tovább ugye keménykedve, megnézzük ugye a Hoover gát, környék világát, ha úgy tetszik egyébként, vizsgáljuk meg. Ez a csém, ez nem más, mint a Hoover gát környéke, cakkumpak. Elmondom nektek, geci, hogy a maga ilyen sivatagosságával, a rendkívül meleg trópus időjárásával, a hatalmas ilyen nem is tudom én hány milligram, hány száz milligram per köbméter légszennyezettségével, mint szállópor koncentrációjával, a maga Monster trakjával és a maga duktukemes feelingével ugye, és a disztopofának a lapos taposásával egyébként ez mindenki kimeríti a Hoover gát környékre. Állj meg a csém, majd némi gondunk apám, mert elfogott az út, geci! Na most merre műnk a csém, faszom, ezt kap ki, geci! Állj, kiszállás kocsiba! Hát a csém úgy tűnik ti valamilyen hengerek a csém, hogy elfogott apám az út a talpunk alól. Ezt kapja ki, geci, mindenki mi újság van, apám ott egy ilyen omatag, ilyen kerítés figyelmeztetéként arra, hogy itt bizony már vége az útnak, és ezt figyeljétek meg, apám, mi újság van, öcsém. Ott lehet látni, hogy bizony ott valamiféle víz figyelhető, ugye, meg valamiféle folyó, ugye, a maga ilyen egyszerű, ugye, hullámzásával lehet neki látni, hogy ez egy olyan textúra világ, amit tulajdonképpen nem igazán, hát azt is mondhatnám, hogy nem igazán úgy van megcsinálva, hogy itt úsztunk kéne, akkor szebben nézne ki. Nézzük egyébként, hogy így van egyébként ez a eszkap köcsém. Bevetve magam, és lehet látni, hogy tényleg nem arra kell vészni mennünk, mert az bizony nem úgy van. Na figyelj, öcsém! Hát, hogy arra nem lehet menni, akkor merre menjünk, ugye? Menjünk öcsém vissza, én azt mondom, hogy mindenkinek ide kell szemben felmenni a hídra valamilyen módon. Hát tudom, majd figyeld meg apám, mi újság van. Erre kell tudni, öcsém, menni a híd felé. Vagy most hídnak mondom ezt a fajta ilyen átidaló viaduktos konstrukciót. Miért is? Azért, mert valószínűleg ezen a sávon kell félszem, hogy mennünk majd. Tehát, hogy nincs leszakadva a sáv. Tehát akkor arra fel kell, hogy menjünk valamerre. Puszítóval a kezünkben, vagy nem tudom mi, a lázó puszító. Tovább menve, öcsém, megcélozva a kiutási lehetőséget. Ezt kap ki, öcsém. Figyelj, két nyom, apám, nem figyelj, ott keménykedtünk. Hú, basszam meg! De mi a geci? Ilyen... Ja, akkor ott mentünk esetleg a múltkor azon a részen. Hát ez szép az egész. Áll meg nem, ez nem az a hely, öcsém. Itt volt az ugatás, nem? Amikor felmentünk, az ott az a viadukt, az a ilyen völgy, nem? Nem az jön most? Nem. Nem az, ez valami más hely, apám. Új helyen vagyunk, ezt kap ki. He!
Repülőgép, öcsém! Az ellencsapat mozdítszik a különböző transporta, geci! Mocskos disznó, öcsém! Nem elég volt apám a seggbe kúrásba, geci! Kertek még, bazd meg! Megkapjatok faszom, a van itt még egyszer mit seggbe tenni, geci! Van itt mit, és van itt mivel, geci! Gyere, bazd meg! Félj, tovább, mert én menj be! Felfedezzék ki magunknak a különböző ilyen... Hoé! Mocskos disznó, öcsém! Gyere, geci! Nekem pofázott, te mocsok! Hogy összehoz, bazd meg! Takarodj a gecibe! Állj! Uáá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 
Állj, előre! Gyere csak, öcsém! Gyere, bazd meg! Gyere a papához, geci! Ez szép volt, öcsém! Ezt kap ki! Ez apám már nitrós sejtbe basszás kapott apám, de ezerrel. Figyelj, geci! Itt van az út, bazd meg, mindjárt ott az úton, geci! Ezt kap ki! Kiszás! Ezt kap ki, öcsém! Azért figyelj már egyszer, mikre futja a faszom. Na ezt hívom, apám, látvány, a gépségét ezt hívja, az a 9 FPS, mert apám lehet, hogy már tényleg látványvilág egy javába, geci. Figyeld meg, öcsém, mikre futja itt, apám. Azért nem semmi, öcsém. Ezt az egész környéket ugye itt azért rendesen bebaragoltuk. Félj egyszer, mi folyik ott, ezt hogy milyen füst, apám. Valamféle repülőgép, vagy egy jármű egyébként kigyulladó, de félj egyszer, mekkora füstöl egy, apám, nem durva az egész. És egyébként azt sem fejlett, hogy kell figyelni, milyen túlsz lesz, apám. Rá kell ugatnunk majd apám az útra, innen az út végére, ilyen dobbantóval. Na ez majd erre fog apám nem sokan mindjárt felkészülni. És elmondom öcsém a kedves és tisztelt nézőknek, hogy én magam mit látok egyébként itt, hátra mert egyébként gyújtott. Félj, azért eléggé messze kerültünk már, valamilyen szinten, hogy ettől a bizonyos ilyen áramos, akarom mondani, ettől a ilyen félegyük bejáratától azt kell, hogy ezt kell valami szikla van, vagy a kocsolok ebben lebegyünk, apám azt akkor le fog zárni, apám az egész fél, megy apám csúrikám, eléggé fél hátra megy, hátra csúszkál valamilyen fél végig, apám megy hátra, apám nem bírja apám az robot tartani. Szokás szerinti három fázisú, ugye távvezetéktartók, tartók, ugye lehet egyébként, jó, ugye ez inkább európai, ugye stílusú, azt kell mondjam, mert ugye, na mindegy, azt hagyjuk inkább most, nem akarok erről most beszélni. Lényeg mondom az, hogy ami nagyjából fontos a játékok kapcsolatban, hogy az, hogy tulajdonképpen ti valami helyek, öcsém, gyönyörködjünk, öcsém, a tájba. Ezt tudom csak egyszer mondani, amit látnunk, az tulajdonképpen annyi, hogy eléggé jól néz ki, hát a maga szürkességében, a maga egyhangúságában, mármint az egyszínűségében azt kell mondjam úgy, hogy elmegy, de azért ugye nézzük azért, vegyük észre a szépséget ugye, ennek a párnak a szépségét ugye próbáljuk megállapítani ugye, mindenfajta figyeld ilyen forgási paraboloid alakot felvéve örvénylik az óramutató járásával ellenkező irányba a különböző légtömegek. Ugye itt a sűrűség, különbség ugye hatása tudja kiegyenlítődési folyamataiként figyelhető meg. Ugye magához szívja az összes port és mindenfajta súlyos tömeget, azt kell, hogy mondjam. Itt pedig már némi képpel a távolban kitisztult az ég. Naplementés feeling, ugye az egész napot ugye végig, elműszünk egy rakóta, a nap felment, amikor kijöttünk a izéből, abból a palászhotelból, most ezt én mondom. Jöttünk abból a izéből, a szájból, és aztán tulajdonképp ugye mi mindig a nap még megy, de nem sokáig tart már, azt kell mondjam. Az eléggé szép napot tudunk mondani, azért rengeteg köszönhetőt küldtünk át a más világra, elég sok mindent egyébként megláttunk, megpillanthattunk, és gyakorlatilag ugye innen ugye itt fent ugye elmélkedve és figyelve a különböző eseményeket ugye lehet jól látni, hogy kérem tisztelt, hogy az eddig is sok minden van, ugye viaduktokat lehet látni ugye itt ebbe a tájba. Ott ugye a út is szép, hogy eltűnik a különböző ilyen alagút alatt, akkor a húvergás egyébként valahol ezen a részeiken van. Tehát azért szép az egész, azt kell mondjam, hogy akkor szerencsésnek, fiacsó eltűnt már lassan, tudhatjuk magunknak ugye abban a szempontban ugye, hogy egy ilyen kocsink most ennek hatásaiként tovább tudjuk ugye a kocsinket felfedezni. Na figyelj, geci, visszapattam a tájba, a kocsiba ugye, kemény, hogy vissza, elkapjacsim, gyere geci,